Na itt vagyunk újra, azért nem értem, hogy kb. Mikor kezdünk, mert konkrétan most. Elvileg most. Elvileg minden csapat ready. Tudnám, hogy go. Hát akkor go. Igen. Itt is vagyunk, ugye közül, hogyha a felkérte bracket, tehát felkérte bracket parancsra ránézek az ágrajzra, akkor az teljes mértékben evidens és kézzelfogható tény, ha átolvassátok és átnézitek, hogy ugye volt egy-két kiemelt. Ilyen nagyon sok, mert csak éppenséggel léptük át a 32 fős ágrajzot. Ettől függetlenül, ahogy nézem, csak úgy előre, hogy tudjatok bele satszolni. De mi ezt a meccset elkezdjük, ugye most, éppen ez megy. Ugye a másik három meccs az jóval később fog indulni, körülbelül egy ilyen 15-20 perc múlva. Ami azt jelenti, hogy a következő meccs, ezutáni meccs, tök hogy fentre vagy alulra megyünk, ahhoz hogy amúgy alulra most fent vagyunk jelen pillanatban, biztosan legalább egy 20 perc szünet lesz a következő meccs után. Szóval aki kajálni akar, és kíváncsi a streamre, és kíváncsi a következő meccsre valami ezután fog érkezni, az a következő szünetben menjen el, mert az legalább egy 20 perc szünet lesz. Ez a bizonyos csúszás, ez nem azért van, mert bármi hiba van a gépezetben, hanem ez dolgozza be az a pár csapat, aki lejátszott az első meccsét, akinek volt első meccse. Ha látjuk, azt nagyon foghias. Nagyon foghias ez egy felállás. Mert ugye azt, hogy 35-6 vagy 4 csapat volt, tehát ez a mondom 2-3-4 darabban léptük át a 32 fős ágrajzot, ami ezt eredményezi. De a következő nagy szület lesz, én is akkor fogok csinálni egy pár szecsót. Főzök egy teát. Az utolsó képecse pedig már totál durvába végig csapparintjuk, szóval ja! Körülbelül így fogunk kirézni, ez körülbelül amit látni fogom majd, és amit tudunk majd az első nekifutása a hátrálő menetrendről. És akkor jöjjünk mindenképpen jelen pillanat, Defection Alpha Match VS. Szóval Defection Alpha VS Black Legion, hogy is úgy is mondtuk már, elfelejtettem, igen. Tehát a Fekete Légió ellen játszanak, sorry, my English sucks. És a V-ban, Jax-ban, Ziggs-ban, Orianna, Rengar, majd Morgana-ban a Defection Alpha csapat is szintén már minden négy cserélőző részt vettek, tehát úgymond ők is mindent megtesztek azért, hogy benne lehessenek majd az utolsó helyen kvalifikált csapatként a Mondokon offline versenyén. Jelen pillanatban erre az esélyük az megvan, ugye nézni is akarom, kíváncsi is voltam, igen. Ugye az előző, igen, itt van. De szerdán volt az előző serejlező, erre emlékszünk, ugye akkor az Auro Ridge és a Defection között volt a vacilás, hogy melyikük fog majd játszani ugye Solid X10 ellen. Azt hiszem, hogy így volt, de nem akarok hülyeséget mondani. És ez a két csapat volt még szintén esélyes, hogy kijuthasson, így jártunk neki a szerdai produkció alapján. Az Auro Ridge, ahogy nézem, most már kipottyant, tehát ők már biztosan nem jutottak ki Mondokonra. Ők ettől elborcsúszhatnak majd a következőre, ami majd szerintem ősszel lesz, nyári után. Az Aurugia pedig a Vajusorect ejtette ki, ha jól látom, tehát igazából így most már a mai alapján a Black Legion abszolút a Pusztító 5, a Vajusorect is szintén, Rock Solid szintén, tehát itt azért most még azért a bizonyos negyedik helyért rohadtul vér fog folyni, nem lesz túlságosan egyszerű, szóval ez az, ami így körülbelül első nekifutása leolvasható a bracketről. Ez amit én látok úgy, már láttam a csapatokat játszani, és ugye az, hogy ma hogy szerepelnek a játékosok, ez megint egy másik kérdője és egy másik kérdés, ezt soha nem tudhatjuk. Na de! Egy Lee Pick, egy jó Lee Pick mindig jó, azt mondja az Alphazor csapata, hogy hozzuk le az Early-t. Legyen egy 20 perces meccs, hát Salavi, lássuk mi lesz, erre jön egy Lucian Thresh pick. Ez a bizonyos Lucian Thresh pick, és az, hogy Thresh mindig benn van, hát ez már mondhatod egy tuti fix. Mint ahogy a Crucifix, ahogy mondaná ugye. Hát nem tudom. Ha megint olyan Thresh pick-eket látunk, Suhai Gizitől, vagy nem is biztosan áll, nem is biztosan jó a support, de hogyha a rossz helyettől megint látjuk egy ilyen Visszajött a hülyeség, szóval a Black Legion-től... Hozzak egy poháréni valót, jó? Az egy pillis évek.
Na itt vagyok közben, remélem minden műszaki tudsz működik, mert itt aztán átléptem minden kábel, ami csak van. Minden kigabajogják valahogy gyorsan a hűtőig. Szóval igen, ott jártunk, hogy ugye felsoroltuk a csapatokat, azt, hogy ki mit csinált és hol mi van, és ki hogy áll jelen pillanatban, ez mindenkiben sikerült ahhoz, és azt következtetni, és mindenképpen azt összehozni, hogy minden csapatot sikerült összekutyulni név szerint, de az biztos is tény, és akkor még egyszer nekifutnék újra és újra, hogy a Defection Alpha csapata játszik a kék színekben, piros színekben pedig nem más, mondom nem más, mint ugye a Fekete Légió. Maradunk a magyar megfelelőnél, hogy őket már láttuk játszani, és abszolút a Two Fire Crew-ot kiejtve, a Flashpoint IDVS kiejtve, aki szintén a lolfoglalást negyedik helyén végzett, ha minden igaz, az IDVS csapata, bár ebből nem akarok nagy vitát, de szerintem negyedik, vagy kicsikét hátrébb, vagy lehet, hogy harmadik. Végeztek, biztos, hogy a döntőbe jutás előtt pottyantak ki, nekem az rémlik, hogy a Skype-os beszélgetés velük volt meg, hogy kinek hogy felel meg a vasárnapi időpont, és kinek mikor lenne jobb, a korai vagy a későbbi. Szóval igen, tehát ők itt most jelen pillanat mindenkit porrá aláztak, a Fekete Légiósok, tehát őrük is van tartani valója, mind a Defectionnek, mind pedig majd a Rocksteadynek és akármelyik másik csapatnak, szóval igen, föl van adva a lecke. Tehát a... Na most már mikrofont is helyére raktam, mert nem volt túl jó helyen, kényelmetlen volt. Tehát a Lissi Pick az megvolt, arról beszélt is egy pár szót is, ugye emlékezett a Lucian Thresh. A Thresh playek ugye eddig a abszolút a Fekete Légiót, a mindenki maximálisan totálisan respectful volt, mert olyan playeket csinált, hogy mindenkivel majd kézzelfogható lesz, reméljük ezen a meccsés számukra, és közben Sheffield törékezik majd a Saskultól egy midre egy Twisted Fate, amivel érdekesik az, hogy az ő elmondása alapján valahogy így fogalmazta meg, még én sem hittem, hogy tudok Twisted Fate-t játszani. És csinál vele egy ilyen 6-7-0-át valamikor valamelyik meccsen, és én is láttam vele játszani, nem egyszer, szóval ahhoz képest, hogy ő nem volt sohasem túl nagy mides játékos, úgy tudom, hogy nem mindig midenette ült a fene, hanem talán a hadi kerikén, de ezt most nem menném megsatszolni és odaígérni és biztosan mondani, de nekem ez rémlik. Tehát igazából a Twisted Fate-től azért lehet tartani. Amire érkezik, hogy Mazahár. Hát bocsán, hát... Nem nagyon-nagyon régen láttam, a leges legutoljára, az sem ma volt. Szóval mindenki érdekes lesz, és a Lee Sin ellen érkezik mindenki, hogy Alice, és ugye Atrox érkezik fel topra, Luluval szemben. És jelen pillanatban Köles játszik majd Lulut. Jó, az a bizonyos 3 perces pihenőnk az megvan. Tehát addig mindenképpen várnunk, hogy elkezdjünk majd betölteni. És akkor nem maradt más hátra, mint a Braum mainről beszéljünk egy pár szót. Hát igazából, hogyha szépen tudja stackelni a Braum folyamatosan majd Lucian-nak is passzívját, akkor mindenképpen jól tud működni a Braum main páros, de ehhez mindenképpen tudni kell a határokat. És tudni, mit kell beválni és mit nem, mert igazából egy-két hiba is az a lén meg lesz főve. Ugye Vayne eleve mondhatod, hogy kicsikét counter és a Lucian, de ez fordítva is akár, ez, én szerintem ez a supportok játékán fog múlni, és amit eddig láttunk ugye a Thresh-től, és ugye akár a Fekete Légő Thresh-től is, az nem volt gyenge. Tehát az itt is fel van adva leszke szintén csak. Meddig fog tartani a stream? Hát ameddig vége nem lesz, ezt megírt a KB Junior, de amúgy körülbelül mondtam is, az előbb, hát még két meccsünk lesz, és a következő meccs előtt lesz legalább egy 20 percet szünetünk. Ugye a kisebb eltolódást be kell hoznia annak a pár csapatnak, akinek volt első meccse. Ahhoz, hogy legyen következő meccsünk. Tehát az szép és jó, hogy ezzel most megyünk, de ugye ha ágra rá is frissítő, még fönti ágon, még a Hevel a csapat van csak bent, de a Bronze Smurf és a Vajuso Rekt még nincs kész, lent pedig Rock Solid és ugye a Mondokon Games várja pedig az ellenfelet, őket mindenki be kell várni. Ahhoz, hogy legyen ellenfele, bármelyik csapathoz is mennénk a következő körben, tehát mindenképpen várnunk kell. Tehát ott még el sem kezdődött az, ahova mi már töltünk be például. Csak így viszonyítás alapnak közben mondanám. Ja, és zárójelben meglett a 11.000 követőnk Facebookon, szóval még alig egy pár hete ünnepeltem a 10.000-et, ez már 11.000,
Hát szóval fap. Ez most totáli fap. Ja, amúgy matyitájám az nem lesz, persze stream után sajnos. Nekem jelenésem lenne. Van, amire 8-ra kellett volna mennem, de mondtam, hogy áh, mondok a stream, sorry. Ez azért worth much more. Szóval igen. Hát én biztos, hogy robotolok el, ezután Matyi stream, ha nem lesz, majd bepotoljuk holnap, ígérem. Holnap lesz, holnap ráérek. És akkor loadingolunk be. Ami azt mondja, hogy jöhet a skin párbaj. Hát rulnak semmi, mazának semmi, atoztak semmi. Úgyhogy semmi, teresnek semmi. Alice. Alice 1v4 skin párbaj jelen pillanatban, alvilági tisztít fét. Merence és Buri Lee szín. Ez igen, még mindig vaknak teteti magát. Gondolom mindenki látta már azt a memét. Ezt a gifet. Akári mást ugye. Elúhelem nem tudom hány ezerszer kim volt. Szóval igen. Zárom be azt, amire már nincsen szükségünk. A háttérben. Peace, nagyon jó a stream, csak több Matyi szünet kéne. Ja, oké. Okay. Azért köszönöm szépen, Betonfej. Mondjuk azért... Tehát félredesen elség, nem a kreativitást akarom ezzel becsmérelni, de... Tehát mindig ilyenkor csak elmosolyodok, hogy... Tehát ha építő, ha negatív a kritika is, vagy ha dicséret és nem kritika, hogy kéne az fogadni egy Betonfejtől? Tehát csak a névnek a csengését szeretném úgy kiemelni, hogy Betonfej. Tehát ez, mint hogyha azt mondanám, hogy Tuskó Tömb vagy, én mit tudom én. Tehát hogyha azt mondja neked, hogy... Te, vagy nem, tehát érted, tehát nem lehet annyira kézzel foghatóan fogni, de mindenkinek köszönöm szépen, és ez valamennyire csak ugye, a semmi való belekötés lett volna, de mindenképpen köszönöm szépen. Köszönöm, ahogy halljuk az infókat, a háttérinfókat, hogy elvileg az FTVP megszűnt, lett belőle Crycore Multigaming report, írt a Betonfej. Jó, akkor megy vissza a report. Szóval igen. De nagyon, tehát ne, ez csak viccnek ment. Unlike, unfollow, report, Pierce 9x, és kaptam a mobottól a büntetést. Hát ezért, sorry. Felírt a nagybetűk az unlike, az unfollow-ot és mobot büntet. Hát még mobot is velem van néha. nem oltásnak ment volna, csak itt töltünk be, elmondtam már mindent az előző 3 percben, pedig még innen is elmentem, és ilyenkor nincs miről beszélni, muszáj kiemelni valamit a chatből, de szeretetből ment, tehát csak úgy aranyos akartam lenni, aztán mindegy faszom, ezt is elbasztam. Honor Pierce. Ja nem. Na jó. Mókát le, mert ez egy kőkemény serelidező, tehát mindenképpen nem szabad elfelejteni azt, hogy miről szól, és hány csapat sorozatosan jött játszani, ugye mindenki kezdve beírjuk, hogy DFM. Most a DFM-et kapnak abszolút nyugiban, nem kell ugye abszolút elmondani kétszer-háromszor, melyik DFM-ről van szó. A DFM alfa csapatáról, még jobb oldalon pedig érkezik ugye a Légió, és ugye arra meg azt mondtuk, hogy akkor legyen leg. A Légió csapatát látjuk megint, ugyanúgy piros színe, mint már egyszer a piros szín bevált nekik, működik. A játékosok mindenképpen helyére húzzuk. Van egy Lee Sin jungle, ugye, amire érkezik egy Elite jungle, Thresh Brown support. Ugye TF mid Malzára szemben, Lulu pedig topon lesz majd Aatrox-szal, és ugye így Vayne, Lucian, Adi, Carry szintén. Érdekesség az, hogy ő, az a bizonyos Malzár, attól függetlenül nincsen, ő is szintén egy olyan karakterre mondható, hogyha az a bizonyos QSS nincsen kiépítve. Bár elvileg ezen annyit gondolkoztunk és filóztunk is volt, hogy össze is vesztünk, hogy most akkor a QSS működik-e a Malzár ultira, vagy nem működik a Malzár ultira, és akkor mi van? Nem tudtuk elönteni, én szerintem nem. Valaki azt mondta, igen, de mindegy, attól függetlenül ugyanúgy ki tud használni. Ki lehet használni, ugyanúgy tud fókuszt generálni a Malzahár, és persze emellett mindenképpen az egyszerű dévtakarítás mellett még sok minden egyéb is szól az ő neve mellett. Tehát Malzár nem egy nehéz karakter, viszont nagyon-nagyon undorító és nagyon idegesítő karakter tud lenni. De ritkán láttam játszani már az elmúlt években. Az elmúlt évek alatt, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog összehozni majd Malzár, miközben szanaszét pingelik azt a jungle-t. A játékosok is, mert fülem is ketté akar robbanni. A tudóját persze. Ez az, kérlek, még zené, zenefüleimnek!
ennyit rolt egy helyen, hát behúgyozok, beszarok be. Bocsánat, 2600 gold, ugye kezdés mindenki nincsen abszolút plusmasterik, aki húzza semmi extra, mindenki totál legálba, mindenki az alsó ösvény játékos, egy kis segedelemre, ugye maga a buff leszedéséhez. És kezdődik igazából, ma már a harmadik meccsünk is, jelen pillanatban mondtuk, ugye a kék színekben a Defection Alpha, piros színekben pedig a Fekete Légió csapata játszik majd is, játszik a továbbjutásért azért, hogy utolsó szereplőként részt vehessen a Mondokon selejtezőjének nyerteseként, negyedik játékosként az offline végjáték keretein belül. Ugye lassan kérdezték, aki nem tudja, igen, a játékosnak a belépő ingyenes lesz a Mondokon területére, tehát ezért ez a legelsőre voltak ilyen galibák, hogy ki kellett fizetni ugye három órás játékért az egész belépőt, stb. Közben elkezdnek pókolni a leveleket, a közvetlen Vén és Braum, ami eddig jól sült el. Nulló pedig büntet. Hát igen, ez így fog kinézni körülbelül, ha minden igaz, ha jól néztem a mi titkos kis menetrendünket, miközben Lee Sin barátkozik Alice-szel, hogy fog kinézni a Mondokon, és mikor ez konkrétan, miközben Alice ugrik föl, tér pedig így jön ki onnan. Ilyen pedig agresszív, hogy a flash érkezett meg arra bizonyos Alice-re, aki egyszerűen csak fölugrult, a passzív éppen nem ment ki, hazudtam, pont kiment. Atrox-tól, így mindenkiben egy óriási hátrány, az érkező mindenokkal kéne neki valamit csinálni, haza kéne menni, teleportál gyorsan vissza, viszont Kölesnek talán csillog a szeme egy jó first bloodért, az most még nem most lesz meg. Tehát ahogy be akarna fejezni, hogy igen, ha minden igaz, akkor azt hiszem délután 3-tól kezdődnek a LoL meccsek, nem. Várjál csak, vagy délután 2 vagy 3-tól, vagy lehet, hogy hamarabb kezdődnek el maga a színpad melletti meccsek, mert ugye a nagy színpadon csak a döntő lesz kint, BO3-as döntő, a összes többi játék az meg lenne a színpad mellett, hogy a többi gépeken történik, ott is lesz a külön kijelző, csak ugye ahhoz nem lesz hang, de azt is lehet nézni külön-külön, tehát az egész kárcsalanok az a gamer világról fog szólni, ha valaki ismeri a Hung Expo-t, szóval ekkora teret még az eSports, a cyber világ a Mondokon keretein belül még nem kapott, ott is fejlődik az egész, szóval király. Ugye ott nekem az van Erik szereplésem, hál' Isten nagyon sok tanácsot fogadtak el, és nagyon jó a brigád, minden kibaszott, nagyon jó, bocsánat, streamerünk, sorry, tehát minden jó, tehát meg vagyok velük elégedve, tehát teljesen hallgattak azokra az emberek, akik talán egy-két dologban lehet, hogy jártasabbak, de nagyon jó a műszaki brigád is, jó emberekkel beszélnek, új emberek is vannak ott majd, mint társsegítők, szóval király, tehát halad, és ahogy látjuk is a játékosok is mindenképpen magasabban orientáltak arra, hogy talán a Mondokon szeretek részt venni, érdeklődnek is miatta, szóval ja, szóval király, és érkezik az első gang Lee Sin-től, és kijön ez a bizonyos villanás, hogy a Lee Sin Q az nem talált volna, nagyon jó volt a meglátás mindenképpen ma az álltam, ez is inkább haza, az a biztos, 28-24, azaz 30-24 ugye minden, 31-28 pedig botlane-en, és 21-19 közben fent topon, és érkezik ez, mert elég gyenge gank lesz, még egy jó kükünnel lehet talán büntetni, viszont az nem most lesz. És eltelt 5 perc, és nem mondtam semmit a meccsről, de mégis információt, és mégis meg lehetett hallgatni, azért a rizsát is azért tanulni kell. Na, amúgy nem, valahogy bennem, ahogy mindig pofázok, de akkor persze, hogyha nem hibázok, vagy hibázok, akkor elkezdek rage-en. Na mindegy, szóval jelenleg Atrox passzív nincs, szóval különösen esélye van befejezni Atroxot torony alatt. A következő póknál, a következő puki háborúnál már igazából talán Atrox be is tud dőlni a torony alá. Köles támogatásának köszönhető, neki villanása nincsen, Kölesnek viszont van. Hát Köles egy masszív minion wave-vel, ha érkezik, Atroxnak valószínűleg az utolsó másodpercét fogja áttenni ott föntként topon. És érkezni Alice nem fog még egy darabig. Miközben nagyon jól tartja meg át Vayne és Braum Thresh és Lucian-nel szemben. Ott egy első pók, majd a második, bum, Lulu vagyok, folyton pókolok. Valószínűleg ez előbb-utóbb Atrox meg fogja unni, és próbálja majd büntetni maximálisan fönt Lucian-t. Nulla-nulla és ugye 200 aranyal megjelenti a Defection Alpha, ez mindenképpen leolvasható abszolút mid és top farmjáról, hogyha látjátok ti is, pedig miért látnátok. Ugye itt beszélünk egész 5-ről, illetve beszélünk még majdnem, hogy 4-ről, amit most kezdenek visszahozni majd, mindenképpen a wave-nek köszönhetem, amit feltolnak, de ott egy kicsi különbség van, ez az, ami a 100-200 gólot teszi. De 100-200 gólot tudjuk, hogy körülbelül 8 millió. Vagy pedig 18 millió.
Körülbelül. Tehát 10-20 millió sans per kb. Hát az meg ugye nem sok. Az ugye nem sok összességében, és összességében, hogyha most mindent összeadunk, akkor van hűha 4 millió eltérés az egész összes játékos között, plusz a jungle, tehát 8. Hát nem sok. Nem sok, ez 100 gold, de 7-es percnél járnak, ugye annyira még sikeres gank nem volt, flash-ek. Elnyomás az mindenkiben volt, mert közben V-nél érkezik az első pókra, hogy Braumra jön. Jön a második passzív, amiből lesz mindenképp egy kávítás Lucianre. Nem, még az nem ment be, az viszont talán fresh-et. Végig büntetik szépen Lucianéket, küldik hátrébb. A V-Braum kombó egész jól működik eddig. Lucian top, na, azt mondtam, Lucian top, az Lulu, sorry. Tehát az Aatrox majd mindenképpen nem fogja szó nélkül hagyni, hogyha az első, a maradnak az első felé figyeltetek, akkor ugye evidens, hogy az Lucianokat Lulu akart lenni, nem pedig Lucian, na. De persze, annak örülök ilyenkor mindig az az egy mosolyt, csajátok az arcomra, legalább figyeltek. Minden egyes szavamra figyeltek, ami ha hülyeség akkor is, ha nem hülyeség akkor is. Ezt persze néha cseten is észreveszem. Ez viszont jó, mert ugyanúgy ti is nyomon követitek a meccset is, ami viszont nagyon jó. Főleg ekkora nézőszámnál, ha 300, ha 200, ha 400, és mindenki nézi, az viszont nagyon jó. Mert velem együtt ti is mindenképpen tapasztaljátok azt, hogy hogy produkál XY csapat. Szóval az úgy jó. Jó ki, hogy hívom, meg ki lehet rörni, de jó. Self-Ovnage. 400 gondol közül megszaladt egy picikét most a Defection. Ugyanilyen farmra tudnám csak mondani. Hát ez igazából abszolút nem számott elő. És igazából az első initiate, így Braumot, hogy érkezik közben Alice pont jön gankelni. Nagyon rossz a próbálkozás is Scruffstól. Kiment így V-nek az ulti és a villanása is, miközben Aatrox elkezdi. Ezt mondom, hogy nem fogja szólni kötni a Lulut, hogy végig pókolja az agyát. 56-51, tehát ahhoz képest, amit át kell élni Aatroxnak fönn topon, nagyon jól tartja magát. Jön egy Twisted Fate ulti föl topra, ettől függetlenül Aatrox passzív az van, az kiment a lassítás, flash-el még Lulu is, a passzív kijött, nagyon sok a minion damage, nem fognak menni érte. Különösen a flash-e így kiment, az Aatrox flash-e is kiment, ugyanúgy. Megint Aatrox, aki szomorúban távozik, és nagyon-nagyon jó call, gyönyörű call a Fekete Légió csapatától, nincs rá vision, csak egy pici. Mondjuk egy egész Vargni most már Brauna most jött ki, érkezik Lee Sin, lehet még talán épessége bepróbálkozni, nem, ebből nem lesz dragonlopás, abszolút el, nagyon jókor, hogy látták fönt érkezni, abszolút el, Sheffield fölmegy, mindegy, hogy Lee Sin merre van, talán még Valdon is látták érkezni, Lulu ulti, az kimegy, jelen például Aatroxot lehet még büntetni, Köles pedig fordul rá, hát nem tudom, hogy ki fog hamarabb meghalni. Ha mindenképp az, a Sheffer nem volt minden, így plusz egy játékos, a call az tökéletes volt, az első sárkány pedig maximálisan a Légió csapata nevében leírható föl. Ezzel az első számottevő különbséget ők teszik meg. Hát azt nagyon szépen játszik amúgy ahhoz képest, hogy Lulu ellen kell fészelnie. Volt annó, aztán a másik mondok, hogy seredezni, hogy aztán Kölesnek kellett ugyanúgy játszani, vagy Marinnak kellett Sivanával valahogy bírnia? Egy ugyanilyen pókos karakter ellen? Lulu ellen, nem tudom melyik játékos volt a Lulu és melyik volt az ellenfele, de Sivan ezt fejten szépen tartotta magát a Lulu-val szembe. Ami nem egyszerű. Tehát ez hasonlít is kb. Egy Teemo-hoz. Az agyad szétrom, mert a Teemo folyton lő, de nem tudsz, hogy mit csinál, oda mész meghalsz. Az elején még biztos. A Jocka pedig mindenkiben visszaszól és szintén segít, tehát az is tény persze, hogy mégis büntetje már a Aatrox Lucian-t, fönn top. Ebben elmondtam, négyben hangzott rosszul, tehát azért mindenkiben jó, hogy a magyar így megy. Tehát előbb-utóbb Aatrox mindenki bünteti Lucian-t, főleg akkor, és az a toppon is, hogyha Lucian felmegy topra. Hát lehet, hogy elmondtam egy olyan dolgot, ami majd meg fog történni, és akkor mindenképpen jós vagyok. A jövőben látó. De persze, hogy ezt lehet nyugodtan sürgetni, forgatni és kibeszélni. De az viszont tény, hogy Sárkány ide vagy oda, az Defection Alphazor csapata jelen pillanat mindenki Minionnak köszönhet, ugye aki toppon látja, 14 Minionnal vezet Lulu, botnél pedig majdnem 20-szal vezet, de ugye a Minion még csak most érkezik meg, az kb. 15-re lesz majd tehető, de akár 12-re, ez a különbség az, ami visszajön még a Lee Sin egyetemben is, pluszban, és még földben nem volt. Egál a gold megint, nekik Sárkány, nekünk farm. Mondja ezt az alfazoknak, a kártya ki, Dimitri ki, kis tégé pedig mehet haza, alfazosan mindenki vissza, Bábek is egyből, hát akkor menjek haza. Aztán mégsem, mert mindenkivel Sheffer tolja a lane-t, abszolút jó döntés.
Lissi találkozik közben egy Varda, Alice pedig lép vissza. Lissi level 8-as, míg Alice csak level 7-es. Ugye 11 creepa most jelen pillanatban köztük, mint különbség. Elment Varda, azért Thresh, azon érkezik Lucian, gyeng, jön még Sheff és plusz ottaságra a kártya, jó, aztán érkezik rá a Brown Bolt is. A Lucian abszolút temeti el Sheffer, Thresh talán ki tud jönni, Flash-el még ki, jön a Varda, jön a másik kártya, bele fog halni Thresh, és nagyon jó call, nagyon szép játék, ott a zsangeles, ott van igazából a TF ulti, ez a TF mobilitás, amiben nagyon nehéz lesz bármit csinálni ebben a bizonyos lane phase-ben, mert ezzel így a defense előnyben van közel, Lulu-ra érkezik majd Aatrox. Vagy pontosabban szeretne majd neki beleszólni valamit a játék, hogy kivenne ki az ultia, Lulu-nak az ultia még nem ment ki, Aatrox pedig menne ki, és Lysi mindenképpen jó. Ebből még azért buri lesz, Aatrox vissza fog menni, figyelj, el fog szakadni a célna. Ott a célna, nincs célna, kifele ugri mindenképpen. És pedig majdnem belehal neki, még ultia viszont van. Az is igazából mindenképpen idegszán, hogy látja, hogy jön az effekt az ugrástak Aatroxtól, és nem dobja egyből magára az ultit, mert látja, hogy nem ráugrik. Hát különösen milyen, beugrik az Aatrox, az ultia csattarni fog, ezt olyan biztos, mint hogy... tehát ez biztos... Lucian lökik a falhoz, jön a bizonyos Kite, még plusz a Vayne-t, viszont Vayne tankolta a torrőt, ezért mindenképpen kicsikét passzívra kell játszani. Mert a különösen még bajban, ultia van! Az ulti még nem ment kicsik a fal, és most az ulti! Beleszalad így Aatrox, gyönyörű szép játék, kivételi így Aatrox játékát, még lehet is így bajban lehet, mana viszont nincsen! Nem elég! Nem elég! Aatrox pedig még lehet, hogy be akar majd kacsintani egy bizonyos fightra, még itt torony alak közül kijött a Malzahar ulti, érkezik az Alice kükűn, Ghost ide volt a sas bajban lesz, az igazából Sheffer. Ott van az Ignite, plusz még az autóra, plusz az ulti, plusz még az el, minden igazából rá a Sheffer-re, halljon meg inkább, Lissi közben menne, a Q az talál, az igazából így még lehet, hogy bulizni, ultia van, Vayne-t rúgja vissza, Vayne pedig semmi HP alatt van, ne rám rúg, te hülye, mondja közben Vayne, Lissi pedig mehet, a Q, háj, az isteni, hát mi ez a játék, fel még toppon is pluszban, hát mit tudik a Lucian, és hova gondolkozik a Lissi, hát előre gondolkozok, egymás előtt gondolkozok, egymás gondolkozásra próbálják keresztbe satszolni. És összetalálkozik valahol a két gondolatmenet. Hát eszméletem volt az a Lee Sin Q. Gyönyörű szép volt. Hát, az nagyon kemény volt. Az beszalás volt már, bocsánat. Az szép volt. És mondod, hogy hihetetlen. Ott két agy. Két gondolkodásmenet volt, ami összetalálkozott igazából. Két ellen, szép volt. Attól székedik mindenkivel topra teleporttal. Ez a 300 gól a Teti Cert, az Efficient Mood Gaming alfazolott csapata. Ugye van 3 kill előnyük, ettől függetlenül a sárkány fél perszóban lesz, és az első sárkányt a Ligiu csapat hozta el. Ami azért mindenképpen valószínűsíteni fogja, hogy a másikről is akarnak majd valamit hozzászólni, mi Alice még most fog indulni majd a kezdőről, még egy jó shopping és egy jó Vision Warra várnék pluszban. Vayne próbál még valamit játszani, és egy Thresh nincs kint, akkor Lucian büntessük. 125-107, de Vayne lefarmolta abszolút Lucian-t. Ez mindenképp Braum-nak köszönhető az ő játékstílusának. Ez 1v1 jelen pillanatban Vayne és Lucian között, miközben Braum, Lee Sin, Thresh és Alice bulizik egymást. Érkezik ez a Malzahar, egy jó silence-es kapu, az mindig jó, ha van. Talán a lassítás Lulu-ra. 97-100, na most egy kicsikét már megszaladt Lulu ugye Aatrox-szal szemben. Ez köszönhető volt a nagyon csúnya baitnek, majd pedig a befejezésnek ugye fönn toppon. Az állás 4-1, másfél ezer golddal megy jelen pillanatban. Másfél ezer, de olyan hülye hangzik. Egy és fél ezerrel inkább mondjuk így, ez a biztos, ez tudja, hogy helyes. Megy az Defection alfazott csapata. Fekete légiósokkal szemben. Majdnem olyan, hogy én legalább nézze már a fekete légió kimondás előtt, majdnem azt mondtam, hogy francia légió, ugye ez két külön dolog, és valószínűleg nem a lore-ba fogunk a francia légióba bevonulni, de már majdnem a számra érkezett ez a bizonyos kifejezés is. Közben ugyanúgy 4-1 van. Toppon abszolút egymás ellen játszik, a két játék, a csalasítás megint kimegy, Aatrox annyira nem akar beugrani, csak valamennyire próbál mini az jutni, közben 4v3, és Malzahar is fog majd jönni, szóval 4v4 van botlénen, sárkányért megy igazából az elpénisz méregetés itt botlénen, ez totál biztos.
pedig érkezik hátul, akar valamilyen play csinálni, csak a Malzár út, a bekapja között, ott fog az emberek között maradni, bármely is akar leasing kicket, azért a Sana szétszedik. Csak a bra, csak a Brawl multi fogunk tudni majd rajta menteni bármit is. De a Brawl multinak érsebb szerint kicsit odébb kéne kijönni, majd pedig a leasing kicknek kell, mindenképp megvárni majd a Malzár út, közben saség, se felé csúsznak, hát ugye mindenki van a zónát kihajlatották maguknak, így lépés előnyük van. Teljesen jó a call, látjuk, hogy azonnal jön át. Szomorú. Hát... Nem, azért nem merik. Azért nem merik. És megint a fordul a kocka. Kicsit Vardat megvan, Vayne közben kiment farmon a lane-re, Vayne-re pedig érkezik a négy játékos. Vardak itt, ott, amott, mindenki kell szedni. Alice és Malzár közben még érkezik vissza a Dragon felé. Van bent hátul egy Vard, amire azért nem számoltak, azt teljesen jól látják. Alice elkezdi, jön rá Malzahár, Brown pedig jön, Lucia pedig jön, és jön a teleport közben hátul Lulutól. Atrosznak pedig nincsen, 5v4 lesz. 5v4 lesz, bajban lesz a fekete légió, a Sharkány még nincs meg. Elhozza közben Lee Sin a Sharkány szépen. Ott van igazából még az ulti, pluszban még jön még be, 50 TF is, ott van még a Vayne is. Hátul meg, ha igazából még ugyanúgy Alzahár, és semmi HP, ott van még Twisted Fate, és már kiszolgáltatott helyzetben van Lucian. 2-0, meg a Shark, és Lee Sin pedig Uribe utána jön még Vayne szemből. Elkezd bekelni Lucian, tudja, hogy igazából vége van még, abszolút el. Elkezd bekelni, aztán még gondolkodott, hogy utána Lucian meg tudja ölni. 7-1, nem tudom miért, mi állt le még Lucian arcába, Lucian fejébe, Lucian agyába, teljesen mindegy. Megállt bekelni egy pillanatra, amit annyira nem értek, valószínűleg a trollkodás volt. Aztán pedig próbált fordulni Lee Sinre, de az kevés volt, nagyon szép call. A teleport ki lett használva, Atrox pedig ahogy csak lehet, vissza kell tolni azt, amit csak meg kell hozni valami előtt azért, hogy nem vett részt, nem vett igazából abszolút lehetőség nem volt szerepelni ebbe a teamfight-ba. De közben majdnem elmentem Szögedibe szerepelni. Ebben a teamfight a teleport hiánya véget. Vayne 2-0-2, Lucian 0-3-0, Sheffield pedig 2-1-2, Malzár pedig 1-1-0. Hát a problémák szépen sorakoznak, a defection alfa pedig kezd elfidelődni. A fekete légióra pedig gyűlnek a gondjai. Már első sárkát, hogy ők elhozták, közben érkezik az a bizonyos ingyen taxi Lucianak Thresh-től. Így 1-1 a sárkányok aránya két csapatnál. Jön a kérdés, hogy Arvil merre van. Hát például Solix elmondta már legalább négyszer. Arvil ma magán ugye problémát miért nem tudta részt venni a stream keretein belül. És ahhozszág már ő mondott, hogy nem is van lesz internet közelben sem. Vele csak szóban tudtok majd offline találkozni. Illetve nagyon ritkán majd Facebookon. Addig. Ebben sokszor elmondtam, de igazából plusz egyszer elmondani nem az, akkor nem okoz gondot. Elmondom nagyon sokszor, nagyon szívesen. Ahhozszág Solix is most érkezett, ugye vannak mindenképpen új nézők, akik most jöttek még először, vagy csak most csatlakoztak be. Közben Sheffer megint jön, ugyanúgy botra. Van egy Twisted Fate, akinek az a bizonyos ultia, az nem fog eltűnni. Az X-idők itt újra és újra van. Ez újabb és újabb ki lehet elhozni. Malzár pedig ahhoz képest, hogy Malzár nem tudja megfelelően rápusolni a lane-t. Az elmúlt 20 perc alatt új Twisted Fate-re, hogy neki ott kell maradnia valamennyire védeni a tornyát. És Malzár tovább dől be először kettőjük közül. Lesz még baj Lucianének. Lucianek jelen pillanatban flash-e nincs, gyújtás az van. Kimegy rá minden, ulti, kábítás, kártya, boom, chat, pick, pak, és befejezni mindenképpen Sheffer, 9-1! Malzár valamit jön el csinálni, például érkezik rá még Sheffer, a kártya közben kiment, túl vele magát Malzár, Malzárnak igazából villanása van, ott van a Thresh Lantern, nagyon szép, hogy Adrosztól jön a teleport. És az emberölő mindenki, valahol van a fekete légiónál, lassítás nem jön ki Sheffer-re sem. Sheffer-re pedig jön a bizonyos burst, hozzá magával Malzahar. Egy a nulláért ugye eddig. Ezeket a HP-ket az érdemes megnézni, elég halaványa. Miközben Vayne kicsit kiszakadt helyzetben lehet, még talán ráfordul lehet. Miközben Malzahar talál a Q, így meg fog halni. Az ultiát nem tud bevinni, akkor meg fog halni. Kiment az ultia még éppen, de Lee Sin még azon az emetően elhozta. Eszméletlen volt, hogy pontosan. A Thresh lehet így bajban megjött, mindenkivel Lulu is, ugyanígy. Nem teleporta, de megjött. Összességében már 3-1-ért, ami így már nem érte meg. Malzának a gondolatmenete nagyon-nagyon szép volt, hogy a Lee Sin Q-ha kijön, betalál, elfessel ulti be, csak abszolút meg lehet ölni, le lehet burst-en a Lee Sin, de még éppenség azzal az ebetű, hogy még éppen kijött a Q után,
az elvitte magával abszolút a Manzárt még pluszban. Amíg, ami mindenképpen segített, bizonyos Spirit of the Elder Lizard és más néven a gyíkmester lelke, az mindenképpen pluszban segített Lisztinek ahhoz, hogy elvihesse Manzárt, elvetülje mellett, még ugye ugyanúgy szintén, meg autózatok is kijött, mi a Q után, aztán a flash, szóval igazságban szép volt, a gondolatmenet jó volt Manzártól, csak kevés. Ez így kevés volt. Túl kevés HP rendelkezett már eleve, nem is értem annyira miért ment ki itt keménykedni, hát a kis silence-es kapját lepakolgatni össze-vissza itt a pályán, amikor ugye volt neki összesen egy négyed HP-ja, ez körülbelül volt kb. 400-600 HP maximum, még annyi se. És látjuk, hogy 23. percben az a 9000 gold különbség, az már megvan. Az már megvan, 300 gold híjjel, ami nagyon-nagyon sok, a Defection Up az javára szól. A Fekete Légió eddig nagyon szépen robotott végig az ágrajzon is. Nagyon sok csapatot vertek el, és meglepetést okoztak sokunknak. Utolsó csapatot láthatunk játszani, mondjuk a serelező keretein belül. Mindenképpen boldogsággal töltött el bárkit szerintem, de úgy néz ki eddig, hogy eddig jutottak, és a legjobb 8 között estek majd ki. De, még persze a veszélyek nincs vége, de akárhogyszor ránézek arra a bizonyos baloldali statisztikákra, mint farma, mint pedig killekbe, és ránézek a jobb oldalira, tehát elég halovány, mivel most életben szolgálni tud, mint sebzés akár. A Fekete Légió csapatának bármely játékosa, Malzárult is igazából inkább csak a masszív CC-re fog szerepet szolgálni, mint hogy sebzésre. Két a függetlenül egy jobb a vényt, még talán el is tud burstelni, míg a pluszban az ignátjának köszönhetően. Mert vannak az épessége, sebzés, érkezik a Braum egyből. Köles pedig mindenki fordul rá, vén is megjön, legyilkolják abszolút, bealázza egy kis tét, még a torony alatt, az a húzás mellé. Sas pedig a Lichbane-nél mindenki próbál valahogy még a tornyot cibálni. Most érkezik, Alice is jön, majd Atlas is megjön. Sárkány szintén van, az egy free sárkány lehet maximális a DFM alfazolók csapatájának. 13-2-nél, most már meg a 9000 gold, és akár a 10.000 is meg lehet ezzel a sárkányjal. Meg is van, 100 gold híján meg is van, és jó akkor, akkor menjünk tolépen, mire tudom még elmegyek sarizni, de igazából ugyanúgy meg kell tudni valahogy fájtani velük. Lúcsa pedig már elszpitel, már bajban lehet, leszakadnak róla a játékosok, és jön ez a bizonyos kártya Alice-re. Fel se tud ugrani konkrétan, úgy viszik el magukkal a játékosok. Jön még a TFOT pluszban, Lucian, na hova? Hát... Ez sok. Ez sok, megint két ingyen kill. A torony sincs meg. De a torony az éppensége meg lesz, szóval valami meg lehet. Egy objektív pluszban meg lehet azért, hogy a sárkát elvitt, jön ez a bizonyos barankol. Amire max 3 játékos érkezett a Black League, Black Legend-től, és ugye így, hogy konkrétan lesújtás sincsen. Mazár pedig van, Baron még azért lehet szedni, és belehal igazán a Sheffer ebbe, Atlas fejezi be, lehet oda menni Braum is akár, neki még passzív épessége van, a passzív most megy ki, ezen Thresh még valamit csinál a play-t, Atlas pedig még mehet, jó az a bizonyos Transolution a Lulutól, és így megint egy emberre kevesebb, Sheffer ad ezért meg, viszont Baroné nincs. Opá, viszont azért Mazár még itt meglepetés fog okozni, vagy lehet, hogy kifagyott, ez a két opcióval. Kifagyott. Ez elég masszív dolog lett volna, hogyha itt még megpróbál valamit büntetni, mondjuk egy ködest és egy scrubzot. Hát, hallod Malzár, erre most rá is tudsz készülni, gondold át! Gondold át, hogy kire mit! Ebben a csatában muszáj belenézni most. Gondold át, Malzár, egy lökés, egy pofon, két pofon, egy double kill. Hát hármas nem biztos, hogy lesz, Nissin Q az mellé, viszont még talán az is lehet. Neki jelen pillanatban, ugye, hoppá, kiküzdött mindenkivel, talán még Wayne-re, Alice érkezik rá. Gyönyörű szép az a gyógyítás, még ugyanúgy Wayne-től. Ezzel mindenki lepi meg Alice-t. Malzár közben még büntet is próbál Nissin után menni. A Thresh pedig megint egy prayt csinál, megint nagyon szép, a húzás nem jó. Nissin még ugyanúgy nézze magának a bizonyos opciókat, közben Wayne lehet még bajban. Én próbál menekülni. Malzár abszolút benne a fenekébe. Ha másnál, akkor marad az execute, kedves Wayne. Hát ebből lehet eszik... Nem. Nem akar execute-ot, menjünk el farmolni, aztán majd Malzár jön vele szembe. Az viszont szép. Az viszont szép, és igazából így Wayne el tud menni. Sőt, még popátlankodik. Még vissza is jön. Jön a telefonik plusz a Nulutól.
Jön a Flash is! Mazzel meg fog halni! Mazzel hol nem hal még meg! Atrox még itt mellé, meg még először is még pluszban, így viszont már sok lesz, hogy 2v4-ben. Azért ezt mindenki tudjátok ti is, kedves Defection Alphaz az játékosok. Engem eltalálni. Árnyék box. Futás! Romeo fog nyerni. Hát majdnem. 17-5 közben. Atrox mellett back kell trash. Lulu és Vayne próbál valamit csinál Atroxa, Atroxa között, de sejtése mindenkivel neki is van. De dől a torony minden Sasnak, Stravznak és Wartannak köszönhetően 17-5. Több mint 10.000 aranyküles, egy jelenben Defection Alphaz a csapatára még továbbra is. 28. percet között beleléptünk. Dől még egy torony, 7-2 a torony arány. Most már azt hiszem, hogy 2-1 a sárkány arány, de ezt nem merném biztosra mondani. De szerintem 2-1-es a sárkány arány, és ugye barom még nem leszedve. A legtöbb vezethető objektív célpontból, hogy az arany mindenki a defesőnek szolgál, még a 17-5-ös kill különbségnél is, ami mindenki 12 killet jelent. És akkor még a farmra rá sem nézünk, de a farmra is nem sokkal, de mindenütt jobbak a farmok. Az összes idézőjelben lének már annyira nincsenek, de mindenütt jobbak farmok is. Tehát most magasan vezet a defesőn alapozó csapata. Mindenütt és mindenkivel szemben. Akár ránézzük a 6-0-ás Vayne-re is. 0-5-ös Lucian-nel szemben. 4-0-ás Lucian-nel, 0-3-as Alice-re szemben. 3-1-es Lulu, az 1-2-es Atrox-a szemben. Vagy igen. És azért az sem elfelejtendő, hogy Braum-nak van 14 asszisztja. Itt Thresh-nek ugye van 3. De az arányokat nézve, majdnem forma-forma. Ugye 5-höz a 3, és 17-höz a 14. De te félted, hogy mindig Braum szerepelt supportként is jobban, tehát mindenütt. Mindenütt vezet a Defection Alphazó csapatom. A minden lehetséges dologban vezet, már a sárkány számokban is. Ezen Braumra jön ki a Malzáróti, egyből rájön az egész burst is, villan ki, így viszont ez ciki, hogy elment minden a Braumra, még a Lucian ulti is, és Alice hal vele. Ez a bizonyos support fókusz, jön még igazából Sheffer is ugyanúgy pluszban. Jön így közé, be a négy ember, be a háromra közé, kettő zsíkosság közé, Vayne-től még pluszban mehet, még nyúlul tovább. De is be tudja fejezni abszolút nyugodtan, ott a hármas zsíkosság, mehet a négyes zsíkosság még pluszban. Meg lehet az összörös gyilkosság, akár Atrox is megvan, és ott az összörös gyilkosság, ott van igazán az a bizonyos Pentakill. Az a bizonyos Ace, még a Defection Alpha Zorszó, hát ez még a végére azért kellett. 22-5, abszolút. Fölényesen az Alphazó csapat robotolta nem, és ejti ki a fekete légiót. Ha be nem fejezik, ha be sem, ha nem is fejezik be, ettől függetlenül még a torrok törhetnek. Az inhibitor belőle, az elője az megvan. A játék pedig szép volt. Annyira nagy trash hookok most nem voltak. Voltak hibák, itt is, ott is. De most ezen a meccsen az Alphazó sokkal, de sokkal jobb volt, mint a fekete légió. És GGVP. És ahogy mondtam, valószínűleg egy hosszabb szünet érkezik még. Azért még azért azzal belepofátlankodik ott pár ember HVA-ban, de nincs meg senki. GGVP. Egy kis szünet, szerintem ez most hosszabb lesz, de mindenki utána nézzük, hogy pontosan mennyi. Addig is pisi, kaki, kaja, pihi, mehet. Majd rá.